alakor, mint ahogy ezt a címben is olvashattátok, úgyhogy ne is ezt nézzétek, csak egyszerre veszek fel két részt, ezt vagy látni fogjátok később, vagy már láttátok, nem tudom. Szóval az alakort úgy gondoltam, hogy egy részbe kívánom bemutatni, ha túl hosszúra nyúlik, akkor muszáj leszek ketté bontani, de úgy akartam, így szerintem sokkal észszerűbb, hogyha az elejétől a végéig, tehát a vetéstől egészen a betakarításig meg tudom mutatni, és azért nem kezdtem el tavasszal, hiába felvettem az aktuális részeket meg a nyár folyamán, azért nem is kezdtem el ezt bemutatni, hanem majd így egyszerre, inkább úgy gondolom, hogy jobb lesz. Amit az alakorról tudni kell, ugye ez egy olyan ős búza, elméletileg azt mondják, hogy ebből az alakorból fejlődött ki minden mai ismert búzafajta, és ennek megfelelően ez az őse az egésznek, és még sikerült azért fenntartani, fennmaradnia ennek a búzafajtának oly módon, hogy azért még mindig jelentős tápanyagtartalommal, meg sok egyéb olyan dologgal és magas vitamintartalommal rendelkezik, amiről a mai konvencionális búzafajtáink sajnos már megfeledkeztek, hát ugye az emberi martalékosságnak köszönhetően, mert nekünk mindig az kell, amiből még többet és még többet lehet termelni. Éppen ezért ugye akkor adja magát a dolog, hogy mondjuk az alakor nem fog annyit teremni per hektár, mint mondjuk egy mai konvencionális búzafajta. Ebből adódóan ugye nem is nagyon termeszti senki, aki profitorientált farmot csinál, vagy mezőgazdász. Éppen ezért nem is nagyon lehet beszerezni, és én is így jártam, tehát amikor elkezdtem keresgélni az alakort, akkor nem találtam sehol, most majdnem azt mondtam, hogy kis tételben, de nagy tételben sem. Úgyhogy kénytelen voltam egy olyan csájhez folyamodni, hogy egy ilyen bioboltból berendeltem olyan alakkormagot, ami ilyen búzafű előállítása, búzafű lé előállítására szolgál, mert arra gondoltam, hogy mondjuk, ha azt ki lehet nevelni azt a növényt annyira, hogy aztán búzafű levet elő lehet vele állítani, akkor gondolom, mint vetőmag viselkedik ugyanúgy. És egyébként több helyről érdeklődtem, amire megkaptam ezt a bioboltból, ezt az alakor vetőmagot, illetve búzafű lé előállításra való magot, addigra a Gamebank is válaszolt a megkeresésemre, sajnos már későn, mert ugye addigra az megjött. És ezzel a bioboltból vásárolt vetőmaggal, amúgy nem vetőmaggal, hanem bio búzafűlé maggal tettem egy kísérletet, nem voltak igazán ideálisak a körülmények, elvetettem néhány darabot belőle, egy se kelt ki, nem tudom miért, talán egy kicsit koncentráltabb vagy kontrolláltabb körülmények között kellett volna jobban ezzel foglalkozni, és nem igazán kelt ki egy sem, úgyhogy nem is baj, hogy végül nagy nehezen a Gamebankból kaptam választ, és ők járnak ki folyamatosan akkor az év során, a szezon során, nézik folyamatosan a fejlődését a növényeknek, illetve aratás előtt akkor vesznek belőle mintát, és ez nálam is így volt. Ez egyébként a marokkói alfajta volt ebből az alakorból, vagy legalábbis az zacskóra ez volt írva, úgyhogy majd most mindjárt meg fogom mutatni nektek ezt a, ennek a növénynek a fejlődési stádiumait, illetve azt, ami lett belőle végül, hát megint nem volt igazán szerencsém, annak ellenére, hogy az idei év szerintem kifejezetten optimálisnak tekinthető, bizonyos, hát a mezőgazdaságon belül bizonyos ágazatokban, tehát itt nálunk észak-magyarországi régióban nem voltak olyan nagy pusztító viharok, mint például az ország más részeibe. Ennek ellenére azért csapadékban nem volt hiány. Nem volt csapadékos az év, a nyár, hanem kellő mennyiségben, és azt mondom, hogy kellő időelosztásban is kaptuk meg. Tehát azért hetente, két hetente mindig jött egy jó kis locsolás. De most azt tudni kell a gabonákról, hogyha túl sok csapadékot, túl sok vizet kap, akkor hajlamos a megdőlésre. Viszont nem is annyira a szél, hanem inkább a csapadék az, ami ha nagyon szélnek kitett helyen van, akkor szintén megdőlhet, de alapvetően a sok csapadék, ami azt okozza, hogy megdőlhet a gabona, főleg, hogyha olyanról van szó, mint például az alakor, ami egy kicsit magasabb, nem olyan, mint a mai fajták általában, hanem egy picit magasabb. És ennek ellenére, hogy eléggé optimális volt az idei év, és egyáltalán nem volt túlzóan sok a csapadék, hanem normális mennyiségű, szerintem legalábbis, ennek ellenére sajnos nem jártam szerencsével, mert szinte majdhogy nem 100%-ban megdőlt, de ezt majd látni fogjátok úgyis mindjárt a felvételek során. Lehet, hogy a második részében ennek az alakoros beszámolónak.
annyira rögös, hogy hiába próbáltam a tolikapával megcsinálni a sorokat. Sokra nem mentem vele, mert ebben a rögösben nem tudom tolni. Ebben nem lehet sort csinálni. Ebben nem lehet semmit se csinálni. Úgyhogy jobb hiány gondoltam, kipróbálom így kapával. Aztán most már, hogyha belekezdtem, elszórom. Úgyhogy ez megint csak egy nagy merő szívás az egész. Akármennyire is húzom a fogamat, de muszáj leszek beruházni egy tengelyesre. Ugye a nagyobb két tengelyes kis traktor az nem volt kihasználva, csak ott állt benne a pénz, azt nem akartam. Gondoltam akkor, hogyha egyszer-kétszer szántani kell, kifizetem a traktorosnak azt a 10-20 ezer forintot, még mindig jobban járok, de hát így, hogy nem kapni ember, így nem. Úgyhogy csinálok így sorokat, csak ezzel meg annyira az a baj, hogy itt, előtte, meg már annyira összetaposom, tömörítem a földet. Sehogy se jól így. Na, akkor én ezt ezennel be is fejeztem, mert ennek semmi értelme, mármint így ebben a formában, hogy nagy nehezen, köcsög rögöktől ugye nem tudok kihúzni egy normális, rendes sort, utána behúzom, vagy beszórom maggal, az addig rendben van, de most meg megint megpróbálom behúzni ugye a földdel, ami lehetetlen a rögöktől megint csak, úgyhogy azt fogom csinálni, fölöslegesen nem szivatom magam, sor kihúzásokkal, meg anyám kínjával, hanem fogom, mint régen, egyszerűen marokból elszórom a magot, aztán beboronálom, és úgy fogom majd behengerezni. Hát a franc fog ezzel a szarral szívni. Na de a lényeg az, hogy akkor sikerült végül is szerezni olyan magot, olyan vetőmagot,
ami egyébként főként az elején bizakodásra adott okot, mert minden nagyon szép és minden nagyon jól indult, nagyon jó volt az őszünk, kellő csapadékkal szépen megindultak a növények, nagyon jó volt a tavasz, szintén kellő mennyiségű csapadékkal. Szépen fejlődtek, azt mondták egyébként az első ellenőrzés alkalmával, hogy eddig ez a legszebb és a leginkább kifejlődött növény, amit láttak, csak hát a vége ugye sajnos nem így zárult a történetnek, na de mutatom is.